Ez a film a Salgó-Tarjáni Szent Lázár megyei kórház szülészeti nőgyógyászati osztályáról szól. A film a közösség a születés méltóságáért megbízásából készült, a Gólya Hírközhasznú Alapítvány közreműködésével. A születés a földi életben minden dolgok kezdete. Egy emberi lény belépése a kapun, mely a kaput is örökre megváltoztatja. Semmi sem marad többé ugyanolyan, amikor egy gyermek születik. Igaz ez a gyermek és az anya, a család életére, de tágabb értelemben közvetlenül a világ létezésének örök változására is. A kórházunk mai épülete az 1960-as évek végén épült meg. Addig a kórházi osztályok a város területén szanaszét voltak szétosztva. Sajnos a szülés számunk az nagyon leesett. Tavaly 851 szülés volt, ennek 28%-a végződött császármetszéssel. Ez megyei kórházi átlagban a jók közé tartozik, az országos átlag az 35% fölött van. Kórházunk 1994-ben kapta meg első évben a Baba Barát Kórház címet, vidéki kórházak között mi voltunk a másodikak, akik ezt a címet elnyertük. 2009-ben újabb pályázat indult, akkor másodikben újra megkaptuk a Baba Barát Kórház címet. Ezért 10 pontot kell teljesíteni, ami a leglényegesebb szempont, hogy a babák az anyukával együtt kerülnek elhelyezésre a nap 24 órájába, és a szoptatás természetesen a baba igényei szerint történik. Minden nő életében nagy változás, hogyha gyermeke születik. Ahhoz, hogy a gyermekének a testi és lelki fejlődése megfelelően alakuljon, nagyon fontos az igény szerinti szoptatás. Ez azt jelenti, hogy amikor a gyermek igényli, minden alkalommal kapjon anyatejet, pontosabban szophasson. Tudni kell, hogy egy családi, egy baba baráti kórház, egyben egy család baráti kórház kell, hogy legyen, hiszen a szülőszobában család születik, nem csak a baba. A babák nálunk nem részesülnek pótlásban, tehát kizárólag szopnak, csak hogyha orvosi indikáció van, akkor kapnak más folyadékot. Cumit nem használunk, cumisüveget nem használunk, és megmutatjuk az anyáknak, hogyha esetleg nem tudnak valamilyen okból szoptatni, akkor hogyan tudják a tejtermelést fenntartani, tehát hogyan tudnak fejni. Hogyha bármilyen problémájuk van otthon már, akkor van telefonos elérhetőségünk, meg be tudnak jönni az osztályra, hogy segítsünk nekik, hogyha mellgyulladás áll fönn esetleg, hogy megoldjuk ezt a problémát. Bevezették a babamozit. A babamozi az egy nagyon látványos valami, hiszen 4D-s, 3D-s, 4D-s ultrahanggal történnek, és a magzatot ugye test közelbe az eredeti környezetében látják a kismamák, és ez nagyon nagy élmény. Szülés folyamán vannak különböző segédeszközök, egyelőre most került beállításra a kádunk, amiben az anyukák a vajudás alatt ellazulhatnak. Ez a komfort érzetét elősegíti, illetve rendelkezésünkre állnak gimnasztika labdák, illetve itten az előkészület alatt, bordás alatt és minden további nélkül tudnak használni. Negyedik baba, de hát mind a négy gyerkőcünk ugye vele együtt ugye itt született ebben a kórházban, és mind a négynél itt volt apuka is a születésnél. Sokat jelentett, hogy itt lehetett velünk végig, és ugye ő vágta el a köldökzsinort is. Én erre azt szoktam mondani, hogy végül is így leszünk várandósból meg férjből, így leszünk egy család. A 90-es évek elejétől van lehetőség együtt szülésre,
Szándékosan ezt a szót használom, mert nem csak az apuka lehet jelen a szülésnél, hanem bárki olyan, aki nagykorú személy, tehát ez a barátnő is lehet, vagy éppen anyuka, vagy anyós. Osztályunk elhatározott törekvése volt, hogy osztályos alapítványt csinál, közhasznú alapítványt, aminek a célja végül is az lenne, hogy a kórházi ellátásokat tudjuk javítani. Nem csak magát az ellátást, hanem az osztályon dolgozóknak egy kicsit segítséget nyújtani, abból, hogy tudják magukat képezni. Legsürgősebb beszerzendő eszközünkről a szívfrekvenciát, illetve magzati oxigénellátottságot és anyai mély tevékenységet együttesen regisztráló készülék beszerzését tervezzük, ami jelenleg már részegységenként most is rendelkezésünkre áll, de az együttes észlelés, illetve az együttes rögzítés egy fontos szakmai adalék lenne. Tulajdonképpen az első fiam 28 éves, és amikor született, akkor még nem volt ilyen babaparát nézet Magyarországon. És a feleségem mesélte, hogy a szülés után a gyerekem egy szobában van, több gyerekkel együtt, és a üveg ablakon kellett kukucskálni, és megnézni, hogy van. És akkor neki rossz volt nagyon, mert csak behozták szoptatni, és utána visszavitték. De amikor a második gyerekem született, akkor már itt a kórházban, ettől már babakórház lettünk, és akkor bele kellett lenni a kislányom, és állandóan szoptatott, az neki más élmény volt, mint akkor. Úgyhogy ez egy jó dolog ez a babakórház. Születés után a baba 2 óráig velem lehetett, utána áthoztak az osztályra, a szülőszobáról, ellátták a kisbabát, utána pedig azóta is velem. A világ legcsodálatosabb dolga, érzése az volt, amikor megszületett a kisfiam. Kérjük, hogy adója első 1%-át a Gólya Hír közhasznú alapítványnak. Adószáma 18-64-12-48-1-12. Második 1%-át a közösség a születés méltóságáért részére. Technikai szám 11-22. Ajánlja fel. Köszönjük figyelmét és támogatását!